Hát akkor sziasztok! Hello, hello! Hány témáról szeretnénk így közösen beszélgetni, ilyen szubkulturális környezetekben. És ezekben a témákban szeretnénk a végén levonni egy ilyen kicsit komolyabb konzekvenciát, és kicsit erősebb hangvételt beszélnénk konkrétumokról. Inkább ezekről a filozófiairól, hanem rendesen fogadtatásokról és egyéb dolgok. Így van, így van. Hozzá erősen abból a szemszögből, hogy a mai emberek, a mai fiatalok hogyan látják a régi stílusokat és az újakat, illetve pont ez fordít. Az első témát hozhatom, vagy szeretnéd felvezetni? Hasznos, abszolút. Egy zene és társadalom kapcsolata, tehát hogy mai nap milyen szubkultúrák vannak és rég. Hogy a mai napon ugye az emo trap az inkább Levire szortja, tehát ezt ebben átadom neki a szót, felvezesse. Hát igazából az emo trap az így kb. Az elmúlt ilyen két évben vált ilyen nagyon kis ismerté, főleg így Lil Peep és Tentacion által. És hát tényleg így most vált így populáris szemponttá, így olyan szinte, hogy nagyjából minden második ember az ezt hallgatja szerintem. Igen, is a mainstream-ebb fajtákat. De úgy alapjáraton így ez vált a következő MOV-vá szerintem, és alapból ugye a pop helyére lépett, vagy lép hamarosan. Egyébként ez az egész stílus nekem úgy tűnik, mint hogyha Lil Peep halálával lett volna először így mainstream az MO trap konkrétan, nem? Hát mondhatjuk ezt is, igen, tehát hogy tényleg, hogy akkor vált inkább így elterjedté, mert igazából Lil Peep volt az első, aki ezt igazán így behozta úgy, hogy ez így mindenki ez eljusson. Az ő zeneisége egyébként egészen komolyan kapcsolódik az egyszerű emo-hoz is, mert ugye Pierce the Veil meg My Chemical Romance beat-eket is csempészett bele a zenéjébe, és ez azért érdekes. Igen, igen, meg volt egy ilyen Avenged Sevenfold beat-je is egyébként. Igen. Egyébként szerintem ez akkor így 2017 novembere körül ugye bekerült Magyarországra, és konkrétan ez vált, be kell vallani az emo-nak az elsődleges irányvonalává itt. Aztán ugye nézzük meg, hogy van itt azért emo-ére is rendesen, tehát van egy Panic at the Disco-nk, egy 21 Pilots-unk, Fallout Boy-unk is, és SCTs is, illetve sok zenekar még mindig él, és ilyen nyugati helyeken, ahol még azért valamennyire erősebb a kulturális irányzék, ott még erősen él az a vonal is. Abszolút. Akkor beszéljünk a K-popról. Hát a K-pop is egy érdekes dolog. Én nem szereti annyira. Nem, egyébként különösebb problémám nincsen vele, csak nagyon ilyen távol áll tőlem ez a téma. A K-pop ide az európai vonalra nagyjából 2012 fele érkezett meg a Mondokon rendezvény sorozat által, mivel ott ugye általában próbáltak keleti zenéket nyomatni, akkor lett mainstream, és sokan akkor kezdték el hallgatni ezeket a dalokat, és onnan már Magyarországon is volt K-pop koncert, meg hasonló azóta, és akkor jött be egy konkrét teljes irányvonal. Ezekre is elég érdekesen tudnak nézni, de alapvetően zeneiségben nem csak pop, hanem rengeteg trap és nagyon-nagyon sok műfajnak a vonásai keverednek benne. Akkor van még, ami ilyen napon nagyon mainstream irányzat, ugye ilyen rocker körökben, azok a hardcore-osok. Ebbe szerintem azért Levi is, meg én is keményen kivesszük a részünket. Abszolút.
Tehát ugye a hardcore az a metalcore, deathcore, band és egyéb ilyen dolgokhoz köthető, és szerintem mai napon Magyarországon és nyugaton is talán a erősebb rocker szubkultúrának mondható. Illetve Kelet-Európában is, ott meg még inkább. Abszolút. Kezdjük az emo trappel, hogy szerinted hogyan fogadják így a mondjuk a 40 éves korosztály, vagy a kádárkornak a generációi ezt az irányzatot? Hát én abszolút úgy látom, hogy elég, hát nagy rész negatívan látják, de ez attól is függ, hogy melyik szubkultúrát hallgatta eddig, mert ez is eléggé változó valamilyen szinten, de a rockerek azok igazából nagy részt leszarják, tehát hogy én úgy vettem észre, hogy leszarják. A rappet hallgatók azok, az old school igazi rap hallgatók azok, akik így nagyon így fikázzák ezerrel ezt az új emo rappet, meg egyáltalán az új vonalú rappet. És hát igen. Egyébként azt veszem észre ebbe az egészben, hogy általában az emo trappet azok szólják le legjobban, akik nem tudnak angolul. Hát ez lehet, hogy igaz. Tehát, hogy abszolút inkább szöveg központúak a mostani zenék, mint régebben. Én szerintem egyébként ez a műfaj egyébként azt hívta életre, hogy a zenei stílusok között egy ilyen nagyon nagy ilyen betokosodás történt ez ebben az érában. Abszolút. Én ezzel egyet tudok érteni. Hogy a rap az annyira keves, tehát hogy a rocknál iszonyú nagy mennyiségű műfaj alakult ki az elmúlt időszakban. Hatalmas mennyiségről beszélünk, évente jönnek létre a műfajok, underground és mainstream terén is, de rap gyakorlatilag nem fejlődött annyira gyorsan. Én úgy látom. Hát, hogy attól az, hogyha megnézem, hogy Tupac milyen beateket használt, milyen elemeket csempészett bele, mármint milyen gesztikulációkat és nonverbális jeleket csempészett bele a mondandójába, és ez hogyan ütközött ki meg Eminem a kezdeti időszakban, akkor nagyjából azt teszem észre, hogy mai napig ugyanazt akarják reprodukálni. De ugye a metal terén, meg a rock terén ugye folyamatos fejlődés történt. És hirtelen történt egy iszonyú nagy fejlődés a rap terén, ez pedig eredményezte az emo trap. Ezt jónak látom, mert ez egy iszonyú nagy fejlődés gyakorlatilag az egész fajban. Legalábbis ez az én meglátásom, ez nagyon szubjektív szerintem. De én is ezen a meglátáson vagyok szerintem, tehát hogy abszolút ez most egy hatalmas mérföldkő a zenevilágában, hogy végre egy ekkorát ugrottunk és ennyi mindent ötvöztünk, hogy egy újat létrehozzunk. Ez egyébként úgy veszem észre, hogy ez szinte csak a fiatalok zenéje, tehát hogy itt ücsemek idősek, itt 20 éves emberek, 10 éves emberek készítik a meghatározóbbnál meghatározóbb zenéket, tehát 100 milliós megtekintéseket érnek el néhány hónap alatt 19-20 éves srácok, lányok. Ez igazából azzal is magyarázható, hogy mivel alapvetően a tini korosztály van azon a szinten érzelmileg, hogy így keresi magát és ilyesmi, és mivel az emo számok azok főképp ezekre a kérdésekre az tinis vagy ilyen fejlődésben lévő embereknek a kérdéseire keresik a választ szintén, ezért egy könnyű azonosuló pontot lehet találni, szerintem. Igaz, de én úgy vettem észre egyébként ebben az egészben, hogy mostanában a zenei műfajok, tehát hogy a rap kezdett rámenni nagyon arra, hogy ugye már nincs gangster érzés, tehát hogy mondjuk úgy, hogy már Harlemet is felújították, és megadja az alapkoncepció, amiben régen rejlett az egész. Nincs meg a rock zenébe sem a lázadás, mivel ugye az öregek már nem lázadnak, inkább azok váltak a konzervatívvá, és akkor most létrejött, nem foglalkozott senki az érzelmekkel, és most létrejött mind a két irányban az érzelmi része.
tehát egy nagyjából 10 év eltolódással ugye az emo-ba is, mert nagyjából a rap zene és az emo zene, vagy a rap és a rock kialakulása között, a gyökerek között nagyjából 10-20 év van. Akkor annyi kötőjellel, tehát egy 10 vagy 20 évvel később pedig létrejött konkrétan maga az érzelmi része is ennek az egésznek, ez eredményezte az emo-t, és a másik oldalon pedig az emo-t rappet. Én így látom. Hmm. Ezzel egyet tudok érteni szintén, tehát hogy én is úgy látom. Aztán nem tudom, lehet itt beszélni beszéljünk egy kicsit a művészekről szerint? Beszéltünk abszolút. Kivel kezdjük? Tehát ki szerinted a legmeghatározóbb alakja az emo? Mert hogy értem művészek, most így elveszhetem a fonalat. Zenészek. Zenész művészek. Most így nagyon kiemelni valakit így nem igazán tudok. Ha valakinek be kéne mutatni ezt a műfajt, akkor szerinted ki lenne a legalkalmasabb, hogyha a édesanyjádnak mutatod meg, hogy mi ez az emo trap, akkor melyik zenét mutatnád meg neki, amiben a legjobban le tudja vonni a konzekvenciát? Én szerintem a Lil Peep-nek a Bandstruckja lenne az, ami nagyon beleillene. A Star Shopping is még egészen beleférne szerintem. De ha már itt tartunk, akkor Juice WRLD-et is beleemelhetnénk, mert ő most nagyon is felemelkedett, és eléggé mainstream is lett, és ő is így eléggé emo trapnek nevezhető, és hát konkrétan a tévé meg a rádió nyomja már a zenéjét rendesen. Szóval akkor nem nagy újdonság. És akkor van még ugye XXXTentacion, vagy Tentacion, ki hogy szokta emlegetni általában. Tentacion, tehát hogy ki hogy szokta emlegetni általában. Ő neki volt talán eddig a legerősebb hagyatéka erre az egészre, de ő egy kétes egyéniség, tehát hogy azért nagyon-nagyon sok műfajt kipróbált. Abszolút. Ez ebben az igazán szép, hogy olyan zenészekről van szó, akik 19-20 évesek, és megcsinálnak olyan zenét, amiben 10 vagy 15 műfajt belekevernek. Ő csináltak ilyet 30 éve, vagy 40 éve, hol? Tényleg abszolút csodálat szerintem. Szerintem térjünk rá egy picit a popra mondjuk. Most nagyon népszerű. Ott mik az észrevétel? Úgy veszem észre, hogy a popnál is így kezd feljönni ez a SoundCloud rap hangzás. Tehát, hogy egyre inkább veszem úgy, hogy az általános pop elemek azok így háttérbe szorulnak. Nem olyan biztosan, mint hogy kijelenteném, állítani azt, hogy így a SoundCloud rap az így uralja az egész popot, de nem így van. Szimplán olyan szinten nagy népszerűségre tölt a SoundCloud rap, a Lil Pump meg az ilyesmi személyében, hogy abszolút az övezhető szerintem a következő popnak. Szerinted egyébként tartós-e a K-popnak ez az iránya? Tehát hogy az, hogy magában, hogy Korea gyakorlatilag, illetve Japán ugye a G-poppal, iszonyú mennyiségű zenével ellátja a nyugatnak egy bizonyos szubkultúráit, amik egyébként még a mi hazánk, és szerintem több százezer ember, szerinted tartós-e? Vagy ez is csak egy pár év és elmúlik? Vagy mi lesz? Én abszolút félek ilyen kérdésekben bármiféle választ is találni, mert egy csomó műfajra mondják azt, hogy ez pár év és eltűnik, és azóta se tűnt el. Viszont én úgy gondolom, hogy megvan az esélye annak, hogy nem fog eltűnni, mert tényleg eléggé nagy rajongó tábora van ezeknek, és tényleg egyediek valamilyen szempontból. Én amúgy alapvetően, mint zenét nem szeretem, viszont 2017 vége és 2018 eleje körül, amikor még ez az emo trap irányzat annyira nem adott ki, nagyon-nagyon sok reményt fűztem a K-pophoz. Tehát én nagyon-nagyon reménykedtem benne, hogy ez
nagyon berobbanik, nagyon betör mindenhova, és ez lesz a mainstream, és majd löki a trónról az olyanok tekintetben, akik például az amerikai zeneipar csúcsán tolják a rosszabbnál rosszabb dolgok bele a mainstreambe, és inkább legyen a K-pop, ami alapvetően egy teljesen mutató, úgyis, hogy ártatlan műfaj. Így bizonyosan így a szubkultúráknak a komolyabb elterjedését láttam az egészben, ami részben megtörtént, csak nem akkora százalékban, mint amire én számítottam, hogy gondoltam. Nagyjából ebben tudom összefoglalni azt, hogy mik a tapasztalataim vele. Amúgy én sosem hallgattam, ismerek jó pár ilyen híresebb, meghatározó zenekart, vagy bandát, de annyira nem mentem be soha ebbe az irányvonalba. Én is csak pár J-rock zenekart ismerek, mert ilyen visual kegy, de leginkább nekem se ez a zsánerem. De azt tudom, hogy a leghíresebbek azok a Bangtan Boys, vagyis hát a BTS, igen, illetve az EXO. A Blackpink, ugye, aki egy nő, így 3-4 tagú, azt hiszem 3 vagy 4 tagú női összeállítás, tehát hogy azt hiszem, hogy Európában a legnépszerűbbek, meg Amerikában is, ők a legnagyobbak, és ők valóban egyébként ilyen zenét csinálnak, amit mondjuk autóba simán elhallgatna az ember, hogyha hogy valahova úgy a többi dolgot, de azt, hogy én leüljek és ezt hallgassam, hát azt én nem tudnám elképzelni. Én se igazán. Érdekes témák ezek, mert K-popnak szerinted milyen a fogadtatása? Nem tudom. Idősek. Hát én azt vettem észre, hogy ez is inkább a tini korosztálynak jön be jobban, és nem akarok én abszolút ilyen sztereotípiákkal élni, de úgy érzem, hogy a nagy része inkább van énekeseknek a kinézete miatt hallgatja, mi sem a zene miatt. Ez igaz. Ez valóban igaz. Tehát, hogy nagyon sokaknál így van. Azonban nem valószínű, hogy ez így sokáig tartós. Tehát névvel meg kinézettel egy albumot el lehet vinni maximum kettő. A második meg a harmadik már nem fogja. Hogyha már a negyedik sikeres albumunk van, akkor ott azért abban már szorul valamit el. Ez lehetséges egyébként. Meg egyébként... Tudom, hallhat. Nem vitatom... Tudom, hallható volt-e. Bocsánat. Semmi baj, csak így a macska fölugrott az asztalra, és azt akartam mondani, hogy nem tudom, hallható volt-e, de így Premiere talán belenyávogott a mikrofonba. Nem hallottam. egyébként azt akartam mondani, hogy azért azt nem vitatom el, hogy egyébként van jó hangjuk egyébként, tehát hogy én azt nem vitatom el. Nem mondom azt, hogy nem. Viszont én olyan szempontból nem érzem különlegesnek. Vannak nagyon jó japán énekesek, akinek azt mondom, hogy nagyon különleges hangjuk van. Viszont K-pop zenéknél általában nem ezt érzem. Értem. Nagyjából úgy tapasztaltam, hogy a Koreában annyira nem elterjedt a rock zene, annak bármilyen irányzata, inkább ez a pop vonal az, ami nagyon megvan, és abba viszont szerintem nagyon jókat tudnak alkotni, de japánoknál ugye ez a G-rock, vagy az emo irányzat, ugye például a One Ok Rock nagyon erős, tehát hogy ott meg fantasztikus. Ugye a japánok többen vannak, ezért több fele tudnak kezdeni. Szimplán azért, mert talán ugye kétszer annyi embernél valószínűleg a tehetségesebb emberek száma is hatványozottan. Ez így van. Ez így van. Négy. Ugye van még a klasszikus emo vonal, amit mondanék így az új szubkultúrák közé, az meg megint egy érdekes tény, mert az is kezd egyre inkább visszajönni, például ugye a 21 Pilots, ami
amit nem szoktak emónak említeni, de műfajilag az. Az újabb volt, azt hallottad már? Igen, hallottam, és nekem egyébként tetszett is. Te mit gondolsz róla? Én csak pár számot hallottam, amit még így a megjelenés előtt így lehetett így hallgatni. A Jumpsuit szerintem, tehát egy egész érdekes irányba mentek el, de nekem tetszett abszolút. Hatalmas kísérletezés van ott egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon fúzionálják ott a dolgokat. Abszolút, én is így veszem észre. És a Panic at the Disco-nak az idei albumát, azt hallottad? Alig hallgatok egyébként Panic at the Disco-t, tehát hogy annyira nem az én zsánerem. Én is nagyon keveset hallgatok, de... Ezt most meghallgattam, és ahhoz képest, hogy ők honnan indultak, nagyon-nagyon felment maga a zenei értéke ennek az egésznek, ami régen is megvolt, de most jelen pillanatban szerintem ad. Mindenféleképpen bele fogok hallgatni, szerintem. Szerintem nagyon érdemes meghallgatni az új albumukat egyrészt, másrészt pedig érdemes belenézni az olyan kicsit underground a bemo bandákba is, amik mindig tudják az ipart. Például ugye az Acities vagy a Memphis My Fire mindig ugye állnak és elég jól. Gets card. Az emo az mai napig egy szerintem erős irányvonal. Tényleg megtalálható eléggé sok jelmény. Persze nagyon-nagyon sok dolog építkezik belőle. És Amerikában például újabb reneszánszát. Most szerintem megejthetünk pár szót az ajánlókról. Tehát a klasszikus, mondható anya szubkultúrákról, nem? Abszolút. Még valamihez van valami, amit hozzáfűzni. Nem, jelenleg most meg vagyok. Hát akkor kezdjük azzal, hogy régi rockerek. Tehát, hogy a régi rockerek. A régi szubkultúrákat azzal indítanak. Szok. A mai nap ők elég keményen megtalálhatóak még mindig. Nem nevezhetőek mindig. Csak a bizonyos pozitív lázadó tudatnak a megtestesítőinek a mai rockerek, meg azok, akik idősebbek. Erről mit gondolsz, hogy mai napon a rockerek hogyan áll? A hard rock, heavy metal, ilyesmi. Én úgy azt emlékszem, hogy valami hihetetlen sok van Magyarországon belőlük, tehát hogy szerintem a rockereknek a nagy része az vagy ez a típus, amelyiket ezeket a nagyon-nagyon törzsgyökeres régi metalbandákat, akár magyar, akár ilyen nagyon régi ilyen Deep Purple-szerű cuccokat hallgatja, vagy az ilyen inkább a mainstream-ebb metalcore bandákat hallgatja. Igen, ez igaz. Valóban, de ők nagyon tudnak károsak lenni. Hát, hogy önmagában nagyon le tudják húzni a fia. El is mondom, hogy miért. Ők szoktak leginkább kritikusak lenni, és leginkább elnyomóbb magatartással az új stílust hallgatókra. Ez nem igazán jó, szerintem. Te erről mit gondolsz? Én abszolút ugyanígy látom, hogy így ez így nagyon-nagyon rossz szerintem, hogy így egyszerűen mindenbe belekötnek, mindenkit lebuzíznak, aki nem az ő zenéjüket hallgatja, és hihetetlen konzervatívak egyébként. Tehát, hogy igazából nem... Ugyanolyannak kell váltak, mint akik ellen így lázadtak. Egyébként az az érdekes, hogy pont a lázadás megtestesítő műfaj, amiből kijött ugye maga a Chuck Berry, a Rolling Stones eszméjét, ugye akik így megalapították az egészet, az ő eszméjüket gyakorlatilag úgy tapossák el, hogy a legkonzervatívabb műfajjá váltak, és nekem az örök negatív példa
ugye a kettő, a külföldi és a belföldi, ugye az ECDC és az Ossian, tehát ugye a ő rajongó táboruk szokott általában ez megtestesíteni. És az én látásmódom szerint. Hát én mondjuk ECDC fannal nem is igazán találkoztam, aki nagyon így káromkodott volna, de úgy alapjáraton a magyar metált hallgató, ilyen akérát, meg ilyesmit hallgató emberek azok így nagyon toxikusak szerintem. Igen. Én szerintem az igazán toxikus ebben, hogy ők megpróbálják elnyomni az új irányzatokat. Hát, hogy arra vannak ráállva, ne jöjjenek létre ezek a koncertek, meg mind. És nem azzal felelnek, hogy megpróbálják felülmúlni, hanem azzal felelnek rá, hogy úgy próbálják ezeket a műfajoknak a számát csökkenteni, hogy megzárják a hallgatókat. Akarják sorolni őket egy olyan tömegbe, amit ők alkotnak, hogy ők is már egy mainstream tömeg lettek, és semmi egyedi nem maradt a klasszik rockerségben, hanem az is megirányzattá vált. Az egyéb kisebb, vagy náluk nagyobb, de egyedibb, vagy nagyobb hallgatóságot követelő kultúrkörökből ők megpróbálják kivonni. Másik oldalú mainstreambe besorolni őket. Gyakorlatilag ugyanott vannak mind. Abszolút. Legalábbis én így látom, és főleg egyébként le lehet vonni szerintem, hogy melyik azok a klasszikus zenek, amiknek a hallgatóik ezt csinálják. Létrehoznak olyan irányzatokat, amik hangzásilag újak, azonban egyébként nem azok, és sokan fogják őket szeretni, ugye nemzeti rock, és ez hasonlók Magyarországon. Szerintem ezek nagyon érdekesen jelen vannak így minden tekintetben. Így a nemzeti rockról, tudod, hogy nagyjából a 80-as években már létrejött. Mit gondolsz róla? Hallgattál te valaha? Én eleve úgy volt nevelve gyerekkoromtól kezdve, hogy Kárpátiát azt nem hallgatunk, mert valami hihetetlen rossz, és ezen a véleményen meg is ragadtam, tehát, hogy én sohasem hallgattam, és nem értem azokat az embereket, akik ennyire nacionalisták, ilyen divatnacionalisták, hogy ezeket hallgatják. Ez az érdekes, hogy én sem. Tehát, hogy nekem ez a nemzeti rockos vonal mindig, hiába voltak néha olyan pillanataim, nem. Tehát, hogy egyszerűen nem fordultam soha abba, hogy én esetleg egy ilyen zenekarnak a rajongójába. Nem csak azért, mert egyszerűen nem testesítem meg azt az érzelmet, mert néha, hogyha olyan van, akkor igenis ki tudok állni, és biz azért mégiscsak magyar vagyok. Nem tudok egyszerűen azonosulni az olyan nézetekkel, amiket képviselnek. A konzervativizmus teljes mértékben nem kenyerem, a vallásnak a propagandájaként használt együttesek szintén nem az is elméletekben nem hiszek, és így tovább, és így tovább, és hogyha ezt mind összerakjuk, és hozzákapcsolunk egy valamilyen gyengébb punk rockot, meg egy hegedűszót, akkor megkapjuk a Kárpátiát. Nagyjából igen. És akkor van rengeteg együttes, meg minden. Ennek most egyébként ismét reneszánsza van, mint a 90-es években is már volt. Akkor másik régi szubkultúrára is át kéne térni kicsit. Punkokra. Szerintem. Hát... Tehát punkokról te mit gondolsz? Tehát, hogy... Én alapvetően nagyon szeretem az alap eszményét a punkoknak. Tehát, hogy elég ötletes és van benne viszonylag ráció, viszont a maguk a punkok, azok hihetetlenül nem ezt testesítik meg. Én nekem egyébként tehát beszéljünk egy kicsit a magyar punk kultúráról, hogy ez mégis miért olyan, ami...
Magyarországon a punk 1979-ben a CPG megjelenésével alakult ki, és azóta is egyfajta növekedés van folyamatosan benne. Mindig megvolt a misztikuma, és ugye a rockerekből alakultak ki. Igazából én szerintem a punkoknál is megtalálható az, hogy most már tulajdonképpen ilyen csöves punk. Ez elég nagy része. Abszolút. Ilyen teljesen trash, de van pár nagyon ilyen szórakoztató, ami így tetszik, de alapból inkább az ilyen punk rock az, ami így elterjedtebb. Igen. Hogy nem a Exploitednek az irányvonala, hanem inkább a Ramosnak az irány. Abszolút. Hogy én ebben ezt tudom, látom, aztán majd dolgok. Viszont az Alvin az például ugye... az egy jó banda volt szerintem, vagy az. Igen. Hogy voltak olyan zenekaraink nekünk annó, amik annó forradalmiak és egyediek voltak. Most már te megéké. Abszolút. Tán ugye ők hogyan állnak ezek a rockerek és a punkok nagyjából ugye régi szubkultúrák köré még a diszkósokat meg a technósokat sorolhat. Ők meg igenis inkább a liberálisabb vonal voltak meg most is. Igen. Ők alapvetően nem hiszem, hogy ebbe a oldalba belekapcsolódnak. Abszolút nyitottabb irányzat én szerintem. Annak ellenére, hogy így akkor most szerintem kezdjük el azt, hogy hogyan reagálnak az újak a régiekre, és a régiek az újakra. Te mit látsz ebbe? Hát én kezdeném az újak a régiekre. Mert hogy én ezzel nagyjából tudok azonosulni. Én úgy látom, hogy voltak régen nagyon jó bandák, én ezt tény is látom. Viszont úgy gondolom, hogy ezeken túl kell lépni. Tehát, hogy én nem tudok azonosulni egy Metallicával, mert akármennyire is egy nagy klasszikus, vagy nem tudok azonosulni egy Deep Purple-el. Ezt így egyszerűen nem fogadják el, így a törzsgyökeres rockerek, mert hogy az, ami most megy, az már számukra nem zene. Tulajdonképpen. Ez zene, tehát van olyan, amelyik szeret dalokat például egy Asking Alexandriától, de ezt nem vallja be a közösségének. A közösségé nem tudja, hogy ő mit hallgat, mert ő cikinek gondolják sokan. Hogy amikor már szégyelsz néhány zenét, amit hallgatsz. Van olyan köztük, az ilyen kőrockerek között vannak ezzel, szerintem. Nem tudom, én viszonylag kevés ilyennel találkoztam. Én is kevéssel, de azért vannak. Gondolsz arról, hogy úgy mit kezdenek így az új szubkultúrák tagjaival a régiek? Hát így szerintem mindenki például próbálják háttérbe szorítani, úgy vettem észre, hogy próbálják ignorálni, és így távolra, hogy beszólogatnak ugyan, de igazán nem tudom. Meg van az a fajta is, amelyik így próbálja felvenni ezt az irányvonalat, hogy még nagyobb publicitásra tegyen szert, de ez nem mindig szokott bejönni. Szerinted így intelligencia terén a régi vagy az új szubkultúráknak a rajongó tábora van előré? Nagyjából 50-50% a jelenlegi társadalomban itt nyugaton a kettő, de hogy intelligencia tekintetében hol van a súlypont? Hát én nem akarok abszolút ilyen ítélkezős ember lenni, vagy sztereotíp, de úgy gondolom, hogy az újabbak, mivel sokkal nyitottabbak, sokkal több zenét képesek, zene felé képesek nyitni,
tehát hogy alapból az előadók is, meg azoknak a hallgatói is, ezért úgy gondolom, hogy nekik kifejezetten több intelligenciájuk lehet, mint a konzervatív embereknek. És hasonlóan gondolom, és még hozzá azért, mert ugye az újak, azok egyszerre sok szubkultúrába sorolják magukat bele, tehát nem egy ember sokba, hanem sokkal több lehetőségük van. És minél inkább belemegy szerintem valaki az undergroundba, annál inkább, minél inkább az undergroundabb, és tényleg átérzi, és tényleg érti a dalokat, annál inkább magasabb intelligencia kell hozzá, nem is beszélve arról, hogy például az eredetileg ezeknek a stílusoknak a gyökerei konkrétan a felső középosztálynak szántak. Hát, hogy pontosan ez mi a... Emónak is ugye a rajongó tábor a régiekben, azért gondolták úgy, hogy ezek kevesen vannak nagyon, még 2003 körül, itt Magyarországon is, mert ugye ez tipikusan, amikor Amerikába is létrejött, ott akkor a teljes mértékben a felső középosztálynak, vagy a felső osztálynak a kulturális rétege volt. Tehát, hogy ezt nem szánták eredetileg mindenkinek, aztán persze mindenki élet nem is maradt meg, mert átvették olyanok is, akik mondjuk nem valók oda. Most nem akarok degradálni senkit, de például egy 8 általánossal levő 23 éves ember nem hiszem, hogy ennyire át tudja érezni az emónak a lényegét, mint például egy lediplomázott bár. Mert irodalom kell hozzá, mert nyelvtudás kell hozzá, hasonlók. Így látom. Legalábbis ez az én konzekvencia. Na mindez abszolút egyetől kérteném. Mondjuk az angol nyelvterületeken viszont van, akinek ez nyilván könnyebb, mivel tud angolul, és annak elég egy ilyen érzelmi kapcsolódás ezekhez a zenekarokhoz, így úgy vélem, hogy ott nyilván valóan többen hallgatják ezeket, és pont ezért. Igen. Egyébként úgy gondolom, hogy a régieknek nagyjából az újakról olyan véleménye van. Ezek olyan kultúrák, amik ugye veszélyeztetik az övéket, de be akarják sorolni őket ők is. Tehát, hogy még a rockerek önmagukat egyedinek mondják, abszolút nem azok. Tehát, hogy mai napon az egyedi kultúrák, azok nagyon-nagyon válságban vannak pont az miatt, mert a rocker egyedinek gondolja magát, és oda próbál betagozni. Ilyen tekintetben például a színek, a visual keyek, az emók, a hardcore-nak a nagyon-nagyon sok része, a gent, vagy a crusterok, vagy bárkik, egyszerűen fogynak. Bizonyos tekintetben. Másik részről meggyűlnek, de bizonyos részben meg elvesz tőlük a oknak az irányvonala. Beletaszítja őket a tényleges színbe, tudod, a tipik társadalmi modellbe, vagy pedig átmennek abból a rockerséghez, mert abban látják a mainstreamet. Igen, én is ezt vettem észre. Illetve még hozzátennék egy valamit, én úgy veszem észre, hogy ez a hardcore közösség is lassan kezd áttérni az emo-trapre, ha már ez a fő témánk. Tehát, hogy én úgy veszem észre, hogy például a trap metal az egyre inkább kezdi átvenni a nu metalnak a helyét. És a hardcore-nak, tehát hogy például hát én olyan pletykát is, vagy olyan véleményt is hallottam, hogy a deathcore-nak a helyét veszi át a trap metal, aminek jelenleg most a legnagyobb így megtestesítője Skylord, ugye, meg Tentacion. Igen. És hát tényleg én úgy veszem észre, hogy egyre kevesebb olyan ember van, aki így, igazán a korokat hallgatja, ez így inkább a mostani, meg a tavalyi évre visszamenőleg vonom ezt a következtetést, hanem inkább kezd áttérni ő is erre a trappes irányzatra, mert ez jóval befogadhatóbb és tűrhetőbb és felvállalhatóbb. Így látom egyébként.
lassan létre fog jönni ez a köztes rész, aminek egyébként a Vegas Lights nevű zenekar volt az elindítója én szerintem, ez a trapcore. Ugye a metalcore-nak és az emo trapnek a metszete. Ez jó. Hát, hogy itt két alapvetően, bár zeneileg egymással nem összefüggő, de elvekben mégis egymással rokon szenvező közönség találkozik egymással egy zeneileg összeforrott irányvonalban egy banda keretein belül. Ez most jelen pillanatban a Vegas Lights, ami nem annyira mainstream, viszont hatalmas nagy lehetőségek vannak benne. De annyira nagyok, hogy a Summerian Recordsnak a nagy reménysége ugye az Icy Stars énekese, a Devin Oliver még feat-elt is egyet náluk. Igen, ezt hallottam. Én ezt szerintem egy nagyon jó zenekar. Abszolút. Meg úgy alapvetően... Akkor a régiek... Bocsi, mondjad. Ugye csak? Ja, csak annyit akartam mondani, hogy az Icy Stars is végül is egy ilyen hasonló irány, csak még inkább ilyen electronic core, mint sem trap, vagy ilyesmi, de így zeneileg már felfedezhető ennek az előfutára, szerintem. Hát az Icy Starsban megvannak, tehát hogy azok teljesen elektronikus post-hardcore-ra kezdtek, aztán electronic core-ba ment át az egész. És utána meg most a Running with the Skeezer-be például ott meg már teljes mértékben volt olyan rész, aminek ez a trap alap meg volt benne található. Tehát én úgy gondolom, hogy trappet sosem fognak csinálni. A trappet sem, viszont az electronic core és post-hardcore számaikban fognak felhasználni minimális trap beateket, méghozzá azért, mert hogy konkrétan ő nekik a zenekarban van egy DJ-jük, ugye az Andrew Oliver, és ő azért beszokta keverni az új irányzatokat. Ugye a dubsteppel is dolgoztak együtt, ugye voltak például a Follow Your Leader, az például egy konkrétan egy dubcore szám. Akkor itt a létrejön a fúzió, akkor ott lesz egy trapcore, electronic core veredésű band. Szerintem ez lesz a vég. Igen, én is így látom. Egyébként szerintem abban a zenekarban rengeteg van. Én is. A hardcore világnak a... Bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy én is sokat látok benne. Tehát, hogy a hardcore világnak szerintem az egyik legnagyobb reménysége az Icy Stars, és ez szerintem az elektronikus hardcore rajongói szerintem nagyon-nagyon egyetértetnek belőle benne. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy az újak mit gondolnak a régiek. Például egy mostani emo, vagy egy mostani hardcore-os mit gondol egy rockerről, vagy egy punkról, vagy technosról, vagy egy diszkósról. Tehát, hogy konkrétan ezekről a kultúrkörnyezetekről mit gondol. Nem tudom, én már valamilyen szinten így elmondtam a véleményemet, meg teljes nyilván, mert így igazából mi is így ennek ebbe beletartozunk ebbe az új szférában. És hát én nagyjából annyi, hogy nyilvánvalóan a rockerek azok egyre inkább kezdenek konzervatívabbakká válni, meg ugye alapból a régiek azok így nagyon így belehajszolják magukat a régi általuk kedvelt szférában, az általuk kedvelt zenéknek a világában, és nem akarnak ezen túlépni egyszerűen, és minden, ami ezen kívül van, az már nem zene, az már nem jó, az már kifejezetten szar, és ilyesmi. És ezeket ugye elítélik a mostani szférában az emberek. Tehát, hogy a mostani szférában szerintem sokkal jobban rámentek a tartalomra, mint régen. Tehát, régen megírtak egy szöveget, és kész volt. Itt meg annyira utalás és annyi költői elem van benne. Persze régen is voltak olyanok, de most gyakorlatilag nem tudsz enélkül eladni egy számot. Tehát, hogy van benne egy kis progresszív, alternatív vonulat mindig, a
Tehát kell bele, mert egyszerű szövegek nem annyira viszik. Tehát, hogy most élhetünk magyar hasonlattal is, és élhetünk külföldi hasonlattal is, de hiába, mert egyszerűen, hogyha azt mondom, hogy egy IC Stars Running with the Skeezers okosabb zene, mint egy Highway to Hell. Több mondani való van benne. Nem abba kell számolni, mennyi hallgat. Nem ugye, ugye nem annak van csinálva, aki, aki mondjuk nem érti, vagy, vagy nem annak az amerikai prolinak van csinálva, amelyik leül otthon, beírja, hogy OCDC, aztán meghallgat egy albumot, és ő abba él, hogy ő jó zenét hallgatott, aztán 43 évesen elmegy hatodik. Egyébként tényleg. Igen. Szerintem egyébként nem teljesen elutasítóak a mostaniak a régiekkel, viszont fejlődésre intenek mindenkit, mert egy kulturális elbutulás lesz a vége annak, hogyha ezek az egész nem változik, hiszen hogyha visszanézünk, ugye keresztes lovagok se jöttek már be annól a törökökkel szembe, de a könnyű lovasság és a puskák meg igen. Hogy ez egy ugyanolyan lesz, hogy a régi rock már nem fog bejönni a mostani világnak, de ugye annak a módosult változatai már inkább. Ez így van. És mi legyen a konzekvencia végén? Valami jó tanács? Hát mindenféleképpen azt szeretném tanácsolni, hogy nyíljunk ki más műfajok felé, és ne ragadjunk be a saját általunk kedvelt 10 éve hallgatott műfajunkba, ami így nagyon kedvenc és nagyon bejött 10 éve is, de térjünk ki ezekből, és lépjünk át ezekkel a szinteken, és keresünk valami jobbat, vagy valami másabbat, mert így lesz sokkal informáltabb az ember, és vannak mai szférában is olyan zenék, amik biztos tetszének az oldhead-eknek, de mégsem hallgatják valamiért. Nagyjából annyit tudnék mondani, mint a Levi. Annyit tudnék hozzátenni, hogy informálódni mi. Tehát, hogy az, hogyha valaki valamit nem, akkor az baj, minden esetben. Ha valaki valamit tud, legyen az bármi, az már plusz. Kicsit nézzünk utána mindig. Legyünk egy kicsit napra készet. Én ennyit tudok levonni így a végére konzekvenciának, hogy azért mindig tudjuk, mi folyik körülöttünk, hogyha nem is tetszik annyira, kicsit nézzünk bele. Mert megéri. Abszolút. Nekem most egyébként ennyi jut egyszer eszembe. Én is hasonló féleképpen vagyok. Szerintem most egyszer ennyi volt, aztán hogyha tetszett, akkor többiekben folytatj. Én is úgy vélem. Tényleg ez egy abszolút jó lehetőség volt erre, hogy ezt megvitassuk. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Egy élmény volt. És akkor köszönöm szépen a megtekintést, köszönjük szépen. Sziasztok. Hello.